Szenzáció van Ukrajnában bőven. Vendégünk Deák András, a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én tegnap még úgy feküdtem le aludni, hogy nagy esélyei vannak a tűzszünetnek Ukrajnában, mert Poroshenko béketervére, hát ha nem is teljes egészében, de nagyjából Putyin rábólintott azon a bizonyos Minszki csúcs találkozón. Erre ma reggel meg úgy ébredek föl, hogy Pancir SI, vagy NATO osztályozás szerint SA-22-es típusú orosz légerállító rakétarendszert észleltek az orosz barát szakadárok, ellenőrizte Kelet-Ukrajnában, közölte egy meg nem nevezett NATO diplomata. Hát egy béketerv folyamányaként nem nagyon érkeznek légerállító rakéták egyik helyről a másik. Ez egy tűzszüneti terv lett volna, de nyilvánvalóan a felek, miután találkoztak, nem állattak fel úgy az asztaltól, hogy nem tesznek le valamit oda. Tehát mondjuk alibiből mind a két vezetőnek meg kellett mutatni, hogy ők akarják a tűzszünetet, törekszenek erre. Úgy itt főleg a Putyin volt egy nagyon hülye helyzetben, mert egyfelől azt mondta, hogy ő nem részese ennek a konfliktusnak. Na jó, erről majd semmit. Beszéljünk egy kicsit később. Ez a hivatalos orosz pozíció. Igen. Tehát ő nem mondhatta azt, hogy hát most ezt eldönti. Tehát elvileg nem az egyik tárgyaló fél, de másfelől mégis azért, ha már leült a Poroshenkóval, akkor le kellett tenni az asztalra. Én úgy gondolom, hogy ez egy alibi volt, nem lehetett úgy felállni, hogy ne hozzon valami eredményt. Most azt olvastam itt valahol, csak nincs meg az a papírom, hogy arra hívta föl a figyelmet az egyik lap, amely kommentárt fűzötte ez a Minszki találkozót, soha nem voltak még olyan távol egymástól Poroshenko és Putyin, mint most Minszkbe. Ez bizonyos szempontból igaz, hát tulajdonképpen háború van köztük. Tehát most valljuk meg. Tehát akkor itt semmi nem történt ott. Egy látszat készfogás, láthattuk Putyin arcát, hogy az milyen volt, láthattuk Poroshenko arcát, hogy az milyen volt. Végre ez a porhintés? Annyi azért történt, hogy ugye 6 hónap után, mert legutóbb akkor találkozott Putyin ukrán elnökkel, amikor még Janukovicsnak hívták az ukrán elnököt. Tehát ugye ezzel az egész társasággal még nem találkoztak. Putyin és Poroshenko találkozott első alkalommal, hosszabban beszélgettek. Ez azt is jelenti különben, hogy az oroszoknak első alkalommal el kellett ismerniük Poroshenkót. Igen, nem ismerték el ukrán elnökként, azt mondták, hogy legitim, tehát ez a lépés megtörtént. És úgy különben ugye a mellékszálon történt egy csomó minden más. Hát például ugye a belaruszok, meg a kazahok eltávolodtak az orosz pozíciótól. Tehát ez számomra különösen Lukasenka esetében volt nagyon meglepő. Demonstrálta. Lukasenko például most találkozott először 2009 óta, azt hiszem, magas rangú uniós vezetővel. És ő itt békegalamb volt ebben a történetben, összehozta ezt a találkozót. Tehát úgy szerintem ez egy ilyen érdekes jelenség volt, ettől függetlenül, egy csomó mindennek a kezdete lehet, de legalábbis meg kell lépni. Nem vagyok túlságosan optimista, tehát én úgy láttam, hogy ez a háború most legalábbis az ukrán parlamenti választásokig biztos, hogy folytatódni fog, de ettől függetlenül jobban néz ki ez a dolog így, mint a nélkül. Na most a Putyin kijelentéséről, hogy hát ő tulajdonképpen ő nem is érintett itt, mert hát itt nem harcolnak orosz reguláris erők, hát a Poroshenko egyezen meg a szakadárokkal. Ez a képmutató kijelentés, ez gyakorlatilag egyenes folyamánya annak, amikor arról beszélt Putyin a gép, maláj utasszállító gép lelövése kapcsán, tehát ez Oroszországnak semmi köze nincs, hát ez nem orosz területen történt. Hát az is arcpirító volt és vérlázító. De mi lenne a fordítottja? Tehát ugye azt mondhatná, hogy ja, kérem szépen, hát mit részt veszünk ebben a konfliktusban, így vagy úgy, hadviselő fél vagyunk, ennek az összes következményét, nemzetközi következményét legyen akár az jogi vagy politikai viselnie kéne. Tehát hogy Putyin nem mondhat egy ilyen helyzetben mást, mert onnantól kezdve, hogy ő nyíltan beavatkozott ebbe a konfliktusba, onnantól kezdve ennek vannak olyan különben belpolitikai következménye is, nevezetesen, hogy ha már az orosz hadsereg ott van, akkor tulajdonképpen oda kéne csatolni, vagy legalábbis nyíltan le kéne választani ezeket a területeket. Azért ez egy pozitív jel, hogy ezt legalábbis
elméletileg jelen pillanatban Oroszország még nem nyitotta ki ezt a szelencét, megteheti a jövőben, de csak ez egy jelzés. Csak oda küldte a légvédelmi rakétát. Ez egy jelzés arra, hogy igen, tehát kb. Az orosz stratégia az, hogy ezt visszakaphatják az ukránok ezt a területet, ha egy ilyen alkotmányos újrarendezését megcsinálják az országnak, amiben persze majd én hátulról diktálom a feltételeket, de nem akarom elszakítani úgy, mint a Krímet, legalábbis jelen pillanatban. Tehát, hogy ez egy ilyen félutas dolog, ez nem a krími szkenárió, ez egy másik történet, inkább Transnistria Moldovában vagy egyéb, de még egyelőre arról nincsen szó, és ez különben Putyin eddig legalábbis kategorikusan kizárta, hogy elszakítsa ezt a két megyét Ukrajnától. De azért átszivárog a határon. Persze, tehát hogy azért átküldi a fegyvereket. Nyilvánvalóan van, noha nem egyszerűsíteném le azért ezt az egészen ezt a történetet arra, hogy itt minden Putyin miatt és az oroszok miatt történt. Tehát itt azért ezekben a régiókban már a 90-es évek óta a lakosság 10%-a, Donyeszkben még magasabb szinten azt mondta, hogy ezeknek a megyéknek nem kéne Ukrajnához tartozniuk. És de nem fogadták el effektíve ezt egy jó megoldásként. Volt egy szeparatizmus, de ezt nyilvánvalóan tüzeli jelen pillanatban az orosz fél. Na most katonailag hogy állnak? Ugyanis hosszú idő óta, pár héten keresztül arról lehetett olvasni, hogy egyre nagyobb sikereket érnek el az ukrán kormányerők, most már Luhanszk központját is ellenőrzésük alatt tartják, egy csomó várost visszafoglaltak, nagy harcok árán, de ellenőrzik őket, és hogy a szakadárok gyakran tehát mennek össze a bázisaik, tehát úgy nézett ki, hogy itt 2-3 hét, és az ukránok győzelmet aratnak. Ehhez képest most megint, mintha állóháború lenne. Jól látja a helyzetet. Tehát az oroszok fokozták a szakadárok támogatását az elmúlt hetekben. Például az orosz-ukrán határon ezt a határvédelmet, ami korábban azért egy jelentős szerepet játszott abban, hogy a szeparatisták nem jutottak elég fegyverhez, ezt felszámolták teljes egészében. Jelen pillanatban patthelyzet van, tehát az ukránok megakadtak Donyeszkben és Luhanszkban. És tulajdonképpen én úgy látom, hogy főleg ugye az ukrán gyalogság a gyenge pontja az ukrán hadseregnek, az eléggé a határán van annak, amit tud teljesíteni. Tehát, hogyha itt Putyin akarja, úgy tűnik, hogy nyílt beavatkozás nélkül így átküldve ezeket a segélyszállítmányokat is fönn tudja tartani ezt a helyzetet, ez az oroszoknak kedvez. Uh-huh. Így ebben a formában. És ön szerint azok a titkos tárgyalások, amik Merkel és Putyin között folytak a Krímről bizonyos ellenszolgáltatások fejében, ezek most hol tartanak? Hát nem tudom, hogy ilyenek történtek-e, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy Angela Merkel föl tudna egy ilyet ajánlani, hogy én elismerem a Krímet. Én úgy gondolom, hogy a Krím belátható időn belül nem lesz elismerve Oroszország részeként a nyugatiak által, tehát mindenki megrendelheti a maga külön kis világtérképét. A Dél-Oszétiában is így vagyunk, hogy ki szerint hova tartozik, Koszovóban is így vagyunk. A Krím így ebben a formában fog létezni, ahogy ma van. Nem opció, hogy Amerika vagy akár Angela Merkel sem tudja szerintem elismertetni otthon, a parlament sem ismertetni el. Valljuk be, egy kicsit ilyen kacsának képzelem. Én most sajnos azt lássam, hogy még Poroshenkónak is ez az érdeke, hogy ez a háborús állapot legalább október végéig a parlamenti választásokig kitartson, ha nem tovább. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a Start iránt tanúsított figyelmet. Most jön a híradó, aztán pedig jön a Start Plus két érdekes témával és két érdekes vendéggel.